Második alkalommal került megrendezésre idén a Hegyalja Harcsafogó Kupa. A helyszín nem más, mint a festői Tokaj városa alatt kanyargó igazi vadvíz, a Tisza. A versenyt Szalai Gábor László és Vas István szervezték meg, először tavaly, amin 21 csapat vett részt. Idén már 49 csapat nevezett be, és a nagy érdeklődésnek köszönhetően már januárban beteltek a helyek. Ez egy harcsafogó verseny, csónakos és parti harcsafogó verseny, ahol minden megengedett módszerrel horgászhatnak a versenyzők harcsára. Csapatverseny, 2-3 fős csapatok versenyeznek, és ahogy mondtam, csónakos és parti, tehát mind az aktív módszerek, kutyogatás, vertikális pergetés, emelgetés, pergetés, mind a statikus módszerek, például különböző behúzós vagy fenekezős módszerek érvényesek. Tulajdonképpen egy nagyon spontán baráti beszélgetés során a Tiszán találkoztunk, sokszor látjuk egymást, horgászunk, összekapaszkodtunk a két csónakkal, és akkor megbeszéltük, hogy mi lenne, ha közösen létrehoznánk ezt a versenyt. Természetesen ketten ehhez kevesek lennénk, nagyon sokan segítik a munkánkat. A teljes táb a mérlegelő hajókkal együtt szerintem egy ilyen 15-20 fő az, akik jelen vannak, mindig is segítenek nekünk, különböző szervezési feladatokat látnak el és mérlegelnek. A versenyen 2-3 fős csapatok vehettek részt, így összesen közel 150 ember horgászott egyszerre. A versenyzők mellett családtagok, barátok és támogatók is megjelentek az esemény nyitó és záró ceremóniáján. Nagyon nagy volt az érdeklődés, ezen mi is meglepődtünk, ugye második alkalommal rendeztük meg. Tavaly 21 csapattal voltak jelen, és akkor is ugye az ország minden pontjáról, de Magyarországon belülről, és akkor most második alkalommal rendeztük meg, most pedig már az országhatáron kívülről is érkeztek versenyzők, Szerbiából, a Vajdaságból, ugye vajdasági magyarok, valamint a felvidékről is érkeztek felvidéki magyarok, úgyhogy tényleg, és az ország minden pontjáról. Ez a verseny több szempontból is egyedülállónak mondható. Amellett, hogy valódi, nyílt vadvizen történik a horgászat, nincsenek megkötve a technikák és a felszerelés használat. Továbbá a pontozási rendszer is egyedinek mondható. Egyedi pontrendszerünk van, ami arról szól, hogy a harcsákat ugye nyilván csak hosszra mérjük, és a kifogott harcsákat kategóriákra osztottuk. Mondok egy példát, 60-80 cm közötti harcsa esetén minden cm egy pont. De 80-100 cm-es harcsa esetén minden 60 cm fölötti cm már 3 pont. És akkor így ilyen kategória rendszerek vannak, ami azt jelenti, hogy ez azt akartuk kiküszöbölni, hogyha valaki mondjuk fog, nem is tudom, 3-60 centis halat, azzal ne tudjon megelőzni egy jó 150 centis halat. Tehát nyilván a 150 centis, 200 centis halak sokkal-sokkal nagyobb szorzókkal rendelkeznek. Mind a szervezők, mind a résztvevők szerint nagyon izgalmas, ugyanakkor fárasztó és nehéz volt a verseny. Az első helyezést elért csapat a Kutyogók, akik egy külföldi versenyről érkeztek ide, hogy elvigyék az aranyérmet. Minden csapatnak nehéz volt, mert nagyon passzívak voltak a halak. Sokféle módszert kellett váltogatni, mi inkább a kutyogatást csináltuk, de statikus módszerrel is tudtunk halat fogni. Hullafáradtok vagyunk, 4 órákat aludtunk, reggel 4-től este 10-ig voltunk a vizen. Végül is 6 darab mérhető halat sikerült fognunk, amiben van egy 118 centis, az lett nekünk a legnagyobb hal, meg nagyon-nagyon sok kicsit. Nem meglepő, hogy az ezüstérmet is olyan kutyogó technikát alkalmazó harcsázó csapat nyerte el, mint a Lebuj Catfish Team. Hiszen a Tisza ezen szakasza számukra sem volt ismeretlen, de az is lehet, hogy a Ludas család vérében van a technika megfelelő alkalmazása. Nagyon nehéz verseny volt, nagyon-nagyon meg kellett küzdeni minden fogott halért. A verseny elején első nap nem fogtunk semmit, a második nap fogtunk 2 halat, a harmadik nap egyet, utána 30 aktív kutyogatással töltött idő alatt egyetlen egy mérhetőt se sikerült. Sötétedés, napnyugta után már nem mehettünk ki a saját 1 kilométeres pályaszakaszról, de egyébként más nem volt, ami probléma volt, mert nappal az egész pályaszakasz lehetett horgászni. Kisfish is catfish. Ez a szlogenük, és egyben a nevük is a dobogó harmadik helyére álló csapatnak. Sajnos ez a megállapítás ezen a versenyen nem hozott többletpontot, ugyanis 60 cm alatti harcsával most nem lehetett előre törni. A csapat ismeretlenül vágott neki a Tisza vizének, de a sok éves tapasztalat és a megfelelő eszközhasználat meghozta így is a gyümölcsét, ez esetben a harcsáját. Nagyon nehéz volt, nagyon meleg volt, és végig toltuk az egész versenyt a
csónakba. Amit el tudunk mondani, ugye a halak kapókedve nagyon gyenge volt, mindennel próbálkoztunk, amivel csak lehet, váltogattuk a csalikat, helyszíneket, mély vizet, sekély vizet, de nem tudtuk egyszerűen kapásra bírni őket. Nagyon nehéz volt. A csalit megnézték, lekövették, viszont nem érdekelte őket a táplálékszerzés ebbe a nagy melegbe. A hegyalja harcsafogó kupa megszervezését a MOHOSZ és a Megyei Horgászszövetség, valamint a helyi vízirendészet és a vízimentők is segítették, hogy az 5 napon át tartó kemény, fárasztó, végsőkig nyitott maratoni horgászat a lehető legnagyobb biztonságban lebonyolítható legyen.